Tömegbalesettel indult a karácsony utáni első munkanap. Az M7-esen 9 jármű ütközött össze. Újraindult az élet az ünnep után. Nagy leárazásokkal készültek a boltok, a hibás ajándékokat is vissza lehet. Karácsonykor sem álltak le a migránsok, a tengeren és a Balkánon is ezrek vannak mozgásban. És repülési tilalmat rendeltek el az indonéz vulkán körül, sem annak, sem az Etnának nem csökken az aktivitás. És ez a Híradó délben, Radnai Csaba vagyok, jó napot kívánok! Tömegbalesettel indult a ma reggel, az M7-esen Török Bálint közelében 9 jármű ütközött össze, köztük volt egy menetrend szerinti autóbusz is. A karácsony alatt végig sok volt a baleset, 5-en vesztették életüket az ünnep során. A rendőrök nem győzik hangsúlyozni, hogy hiába enyhe az idő, szemmel nem látható lefagyások a kora reggeli és az esti órákban bárhol lehetnek. Minden jel arra utal, hogy a ma reggeli tömegbaleset is emiatt történt. Csütörtök reggel tömegbaleset történt az M7-es autópályán Török Bálintnál. 9 jármű, köztük egy menetrend szerinti busz ütközött össze a Balatonra vezető oldalon. A balesetben 3-an könnyebben megsérültek, egy embert a mentők kórházba vittek. A török bálinti hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, ők áramtalanították, átvizsgálták a járműveket, valamint biztosították a helyszínt. A műszaki mentés ide alatt az érintett útszakaszt lezárták, a forgalmat pedig elterelték. Az M1 riportere a helyszínről azt jelentette, hogy a közeli patak miatti pára lecsapódástól a baleset idején az útburkolat jeges volt. A kora reggeli órákban nagyon jeges, nagyon fagyos volt az útburkolat, nagyon csúszós volt, és valószínűleg ezért történhetett a baleset. A karácsonyi ünnepek alatt sok volt a baleset. A rendőröknek 64 olyan esetben kellett helyszínelniük, ahol személyi sérülés történt. A balesetekben 5-en meghaltak, 20-an súlyosan, 40-en könnyebben megsérültek. Karácsony másnapján, szerdán, kora reggel egy ember meghalt a Szeged és Bordány közötti úton, amikor autója lesodoródott az útról és felborult. Ami biztos, hogy a járművezetője nem volt bekötve, és többes élet volna a túlélésre, hogyha használja a biztonsági övet. Ezzel szinte egy időben az M0-ás autóút 27-es kilométerénél egy személyautó elgázolt egy gyalogost. A férfi a helyszínen meghalt, a kocsi vezetője súlyosan megsérült. Karácsony első napján kedden is sok volt a baleset. Kora délután a 4-es főúton Nyíregyháza és Nyírpazony között 3 autó rohant egymásba. A balesetben összesen 10 ember sérült meg, egy embert a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a roncsok közül. Szenteste napján 2 ember meghalt, 4-en pedig súlyosan megsérültek abban a balesetben, ami a 83-as főúton Győr és Győr-Szemere között történt. Az elsődleges adatok szerint a Volkswagen, amit egy 32 éves férfi vezetett, egy jobbra ívelő kanyarban kisodródott, és neki ütközött a szemből szabályosan haladó Fordnak. A baleset során a Volkswagen jármű vezetője és annak utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. 2 utasa és a Ford járművezetője, valamint annak utasa megsérült a balesetben, őket a mentőkórházba vitték. A rendőrség arra figyelmezteti a járművezetőket, hogy a 2 ünnep közötti kisebb forgalomban is fokozott óvatossággal vezessenek, a csúszás veszély miatt különösen a kora reggeli és a késő esti órákban. Véget ért a karácsony, újra nyitva vannak az üzletek. Indul egy újabb roham, nem csak a leárazások miatt özöllik el a vásárlók a boltokat, hanem sokan azért mennek, hogy kicseréljék a hibás vagy nekik nem tetsző ajándékokat. Bolizsár Kata az egyik budapesti bevásárlóközpontban van, őt szólítom. Most szervusz Kata, nagyon fontos téma ez ilyenkor, visszatérő évről évre. Mik a szabályok, mindent visszavesznek-e, mikor igen, mikor nem? Jó napot kívánok, szervusz! Az alapvető szabály az, hogy van szabály, de minden kereskedő saját maga dönthet, ezért a vásárláskor érdemes tájékozódni, hogy milyen feltételekkel veszik vissza a hibás, vagy éppen nem tetsző termékeket. A karácsony után természetesen nagyon sokan vannak, akik szeretnék visszaváltani, vagy kicserélni a karácsonyra kapott ajándékot, vagy azért, mert mondjuk nem tetszik a színe, vagy azért, mert nem egyeztettek, és mondjuk abból a termékből már
a családban több is van. Nos, ahogy már említettem, a kereskedőkön múlik, hogy milyen feltételekkel engedik a cserét, és ahogy látszik, ebben a bevásárlóközpontban is már nyitás óta hosszú sor áll, és próbálják kicserélni a termékeket. Az alapvető szabály az egyébként, hogy természetesen visszacserélik, a blokk és a csomagolás ellenében ezt mindenképpen meg kell őrizni, és hozni kell a termékkel. A hibás termékeket természetesen visszaveszik. A kereskedő először javítást ajánl fel, és hogyha később pedig szükség van rá, akkor akár cserélni is lehet. Abban az esetben, hogyha például nem tetszik a termék, ebben a műszaki áruházban akkor is vissza lehet cserélni, és lehet helyette másikat nézni. Itt ebben az esetben január 31-ig várják a cserére jogosultakat. Az online vásárlásnál pedig újabb szabályok vannak. A szabály az 14 nap, de vannak olyan kereskedők, akik akár 60 napig is várhatnak arra, 60 napot is adnak a cserére. Boldizsár Katalin, köszönjük szépen! Csalik, hogy véget ért a karácsony, már a szilveszterre készül az ország. Holnaptól 4 napon át legálisan lehet üzi játékot vásárolni. Ezeket szilveszter napján este 6 órától másnap reggel 6-ig lehet felhasználni. A rendőrség azt kéri, hogy mindenki csak engedéllyel rendelkező árustól vegyen pirotechnikai eszközöket, a használati utasítást pedig mindig tartsák be. Mindenkit arra szeretnék kérni, hogy legális forgalmazóktól vásárolja ezeket a termékeket, felelősséggel használja ezeket fel, mert bár valóban ezek a termékek a jókedvet, a szórakozást szolgálják, a pirotechnikai termék felhasználás mindenképpen veszélyes üzem. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, hogy ne legyen rendkívüli esemény, hanem tényleg csak az új év köszöntése és a jókedv kapjon helyet. Az évvégi ünnepi időszak az egyik legkritikusabb a vérkészletek szempontjából. Ilyenkor ugyanis kevesebben adnak vért, éppen ezért az illetékesek most a két ünnep közötti véradásra kérnek mindenkit. Jakab Szintia jelentkezik a részletekkel. Köszöntöm a kedves nézőket, szervusz! Az évvégi időszakban is számítanak a véradók segítségére. Országszerte több helyszínen szervez az Országos Vérellátó Szolgálat, valamint a Magyar Vöröskereszt is véradó eseményeket. Ilyenkor az évvégi időszakban valóban országszerte kevesebb a véradó esemény. Nyilvánvaló, hogy az ünnepeknek, illetve a szabadságolásoknak köszönhetően, illetve az idei évben az 5 napos hosszú hétvégét egy 4 napos hosszú hétvége is követi. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minél többen adjanak vért. Ennek érdekében pedig az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt több helyszínen is várja a véradókat. A szolgálat arról adott tájékoztatást, hogy ahhoz, hogy az országos betegellátás megfelelőképp biztosítva legyen, naponta csaknem 1600-1800 véradó segítségére van szükség. Éppen ezért tehát több helyszínen is várják, mint azt említettem, a véradókat. A mai napon és a holnapi napon csaknem 50 helyszínen, 30-án pedig egy helyszínen. Ezekről a helyszínekről egyébként az interneten is tájékozódhatnak az önkéntes véradók. Az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján várják tehát a véradókat több helyszínen, akiknek az életmentő segítségét szerencsehozó lencsével hálálják meg. Szintiának köszönjük szépen! Évről évre nagyon sok élelmiszert pazarolunk el karácsonykor. Az ünnep után azonban lehetőség van arra, hogy a megmaradt ételeket odaadományozzuk a rászorulóknak. Hogy ezt hogyan lehet megtenni, azt már Pálinkás Adrián kolléganő mondja el. Szervusz, köszöntöm a nézőket! Bizony a karácsony ünnepe nem csak a szeretet ünnepét jelenti, hanem a családok körében együtt eltöltött sokfogásos vacsorát és ebédet is. Szinte ilyenkor minden asztalra kerül töltött káposzta, halászlé és természetesen sütemények, mint például a diós vagy a májkos bejgli. Sokszor azonban ilyenkor a családanyák és a nagymamák túl sokat készítenek, és ezek legtöbbször megmaradnak, és a harmadik, negyedik napon a kukában végzik. Pedig nem feltétlenül kellene erre a sorsra jutniuk az ünnepi finomságoknak, ugyanis számos lehetőség közül választhatnak a családok, és így már nem csak a szeretteiknek okozhatnak örömet az ünnepi menüvel, hanem másoknak is. Az egyik ilyen lehetőség a mellettem is látható ételdoboz, amit ha kinyitunk, bár most már elvitték belőle az ünnepi menüt, ami töltött káposzta volt, de maradt még benne ugye kenyér, és egyébként volt benne még kávé is. Itt ide bárki elhozhatja az év bármely napján az elkészített ételt egy műanyag dobozba. Nem kell más tennie, csak ráírni a műanyag dobozra, hogy mi található benne.
lenne, és hogy mikor készítette. Emellett természetesen, és hát innentől kezdve pedig bárki ingyen elviheti ebből a dobozból. Az ételdobozok mellett pedig a melegedők is egész évben szívesen fogadják az ételadományokat. Ha nem tartós élelmiszert adományoznánk, akkor természetesen ugyanaz a feltétel, a műanyag dobozra elkészítés dátumát és az adott élelmiszert kell ráírni. A cégek pedig többek között az Magyarországon már több éve működő élelmiszerbankoknak juttathatják el a szezonális termékeket. Megdöbbentő tény, hogy Magyarországon 1,8 millió tonna élelmiszer hulladék keletkezik évente, ennek egyharmada háztartási hulladék. Ez azt jelenti, hogy csaknem 500 ezer tonna hulladékot és élelmiszer dobnak ki a családok, ami egy kis odafigyeléssel akár 450 ezer rászoruló élelmezését is segíthetni. Aki pedig kedvet kapott, hogy ezen a számon egy picit csökkentsen, a fővárosban önkéntesek tartanak ma morzsapartit rászorulóknak és hajléktalanoknak, tehát aki tehet és kedvet kapott, illetve maradt még egy-két jó finom falat az ünnepi menüből, délután 4 órakor a Blaha Lujza térre elviheti, és ezzel sok gazdag és örömteli percet okozhat másoknak. Adrián, köszönjük szépen! Szóval véget ért a karácsony, de nem mindenhol, például a Hortobágyi Madárkórházban még nem. Páfi Andreát kapcsoljuk, ő mondja el, hogy hogyan is zajlik a madarak karácsonya még a mai napon is. Jó napot kívánok, szervusz! Hát van egy segítségem is, ő Csipke, ő egy 8 éves egerész őv, és látják, egész nyugodtan ül a kezemen, bár most éppen menni akar, de a madara karácsonyának pont ez a lényege, hogy testközelben lehet megismerni az itt lakó, itt tápolt madarakat. Éppen azért, hogyha valahol út mellett találkozunk például egy egerészőjével, akkor ne azt nézzük, hogy ez egy ragadozó madár, hanem az, hogy rajta is segíteni kell, és tényleg nem bántanak, nem kell tőlük félni, de természetesen meg lehet nézni a kezeléseket is, van látványetetés, illetve madárelengedés is lesz itt a Hortobágyi Madárkórházban, ahol egyébként idén 1350 paciens volt, és nagyon jó hír, hogy mintegy felét szabadon is tudták engedni, tehát a sikeres gyógykezelés után visszatérhettek a természetbe, tehát a Hortobágyi Madárkórházban egészen vasárnapig várják azokat, akik kicsit jobban szeretnék megismerni a körülöttünk élő madarakat, és megtanulni azt, hogy hogyan is kell rájuk vigyázni, hogy kell rájuk jól vigyázni. Ugye, Csipke? Páfi Andreának és Csipkének is, akkor köszönjük szépen. Karácsonykor sem volt nyugalom a fő migrációs útvonalakon. Horvátországban egy migránsokkal teli járművet állítottak meg a hatóságok. A rendőrség 39 illegális bevándorlót talált egy teherautó rakterében a horvát-bosznyák határ közelében. Az embercsempész ugyan menekülni próbál, de sikerült feltartóztatniuk a rendőröknek. A migránsok valószínűleg erdei utakon keresztül gyalog jutottak az Európai Unió területére, ahol már várta őket a kis teherautó. A gyanú szerint Szlovénia felé folytatták volna az útjukat. Idén Bosznia-Hercegovinán keresztül több mint 20 ezeren léphettek be illegálisan az Unióba. 39 illegális bevándorlót talált egy teherautó rakterében a horvát rendőrség karácsony első napján. Erről számolt be a Jutarnyi List című internetes oldal. A migránsokat a boszniai horvát határon fekvő Vrgorac községben tartóztatták fel a hatóságok. A 26 éves szlovén állampolgárságú sofőr ekkor kiugrott a járműből és menekülni kezdett. Az illegális migránsokkal teli kis teherautó pedig belecsapódott a rendőrautóba. Az eset után a mentősöknek több embert is el kellett látniuk. A legsúlyosabban az embercsempész sérült meg, akit kórházba szállítottak. Nem ez volt az első ilyen eset Horvátországban. Szeptember végén is filmbeillő jelenetek játszódtak le Karlovac közelében. Ekkor két bevándorló lopott el egy buszt. A rendőrök az üldözésről egy rövid videót is közzétettek az interneten. A két férfi egy idő után megállt a busszal, kiugrottak és elszaladtak. A már üres jármű ekkor visszagurult a lejtőn, és neki csapódott a rendőrautónak. Ezek a felvételek pedig már májusban készültek a boszniai horvát határ közelében, Dunyi Lapácnál, ahol szintén egy migránsokkal teli mikrobusz tartóztattak fel a hatóságok. Az embercsempész többszöri figyelmeztetés után sem lassított, így a rendőrök tüzet nyitottak a járműre. Az akcióban többen megsérültek. A Bosznia-Hercegovinában feltorlódott több ezer migráns a hideg és a mínuszok ellenére is napi szinten próbál illegálisan Horvátország területére lépni. Ez a 30 fős csoport a Bihácsi befogadóközpontból indult el. Embercsempészek tanácsára a Pjesevice-hegységen erdei havas utakon keresztül próbáltak átlépni a határon.
Korábban itt már többször is mentettek ki hóban rekedt migránsokat a boszniai hatóságok. Közben a táborokban rekedt bevándorlók továbbra is arról beszéltek, nem adják fel, amint enyhül az idő, ők is elindulnak. A tél nagy probléma, de amint vége lesz a télnek, újra próbálkozni fogok, mondja ez a pakisztáni férfi. Törökország fel azért van egy elnyújtott erősödés, növekedés a számokban. Stabil utánpótlása van a balkáni útvonalnak. Erről beszélt az M1-en a Migráció Kutatóintézet igazgató helyettese. Janik Szabolcs hozzátette, a balkáni útvonalon most 70 ezres tömeg tartózkodhat. A Balkánnak az előszobáját a Törökország-Görögország reláció jelenti. Itt azt látjuk, hogy egy masszív 70 ezres tömeg van a rendszerben. Az ő többségük logikus módon Görögországban tartózkodik, és 10-11 néhány ezren vannak ettől északabbra fekvő balkáni országokban. De az látszik, hogy itt van egy stabil utánpótlás. Janik Szabolcs hozzátette, idén több tízezren jutottak el a Balkánon keresztül az Európai Unióba, de a tengeri útvonal sem szűnt meg. Ott november végéig az előző évhez képest megduplázódott az érkezők száma. És a földközi tengeren is aktívak voltak a migránsok. Karácsony napjaiban több száz migráns szedtek fel civil szervezetek hajói a líbiai partoknál. A hajók Rómától kértek engedélyt, hogy az illegális bevándorlókat partra tehessék, de Matteo Salvini egyértelmű üzenetet küldött. Azt üzente, hogy a szép élet véget ért az embercsempészek és mindazok számára, akik őket támogatják. Így a hajók egytől egyig a spanyolországi Algeciras kikötőjébe szállították a fekete afrikai bevándorlókat. Az egyik civil szervezet hajója közelítette meg a tengeren hánykolódó migránsok gumicsónakját. A több órája a tengeren veszteglő fekete afrikai bevándorlókra mentő mellényt raktak, majd kisebb csoportokban szállították őket motorcsónakokkal egy német és egy holland felségjelzésű hajóra. A civil szervezetek csak ebből a lélekvesztőből 33 nigériai, elefántcsontparti és líbiai migránst mentettek ki. Az illegális bevándorlók átázott ruháit a hajó fedélzetén szárították, amíg a pokrócokba csavart férfiakat, nőket és gyerekeket forró teával és karácsonyi ételekkel kínálták. Ez csak az egyike volt az NGO-k földközi tengeri karácsonyi akcióinak. A Proactiva Open Arms spanyol civil szervezet jelentése szerint néhány nap alatt mintegy 300 migránst mentettek ki összesen a líbiai partok közeléből. A fekete afrikaiakat mind a spanyolországi Algeciras kikötőjébe szállították. A spanyol szervezetnek jóval nagyobb utat kellett megtennie Spanyolország felé, mert Olaszország megtagadta, hogy partra tehessék a több száz illegális bevándorlót Szicílián vagy Lampedusán. Az olasz belügyminiszter egyértelmű üzenetet küldött a civil szervezetnek. Az olasz kikötők zárva maradnak a migránsokat szállító hajók előtt. Matteo Salvini úgy fogalmazott, a szép élet véget ért az embercsempészek és mindazok számára, akik őket támogatják. Elrettentő az idei év statisztikája. Az ENSZ menekültügyi szervezetének adatai szerint januártól mintegy 120 ezer illegális bevándorló érkezett tengeri úton Európába. A migránsok felét Spanyolországba szállítják, de még mindig magas az Olaszországba érkezők aránya. Csak nem 400 ember telepítettek ki Szicíliában a tegnapi 4,8-es erősségű földrengés után. Sokan az autóikban töltötték az éjszakát, a lakók ugyanis újabb rengésektől tartanak. A földmozgás miatt a környéken több épület is súlyosan megrongálódott, csak nem 30-an megsérültek. Továbbra is aktív az Etna, Európa legaktívabb vulkánja hétfőn tört ki, azóta szinte folyamatosak a rengések a térségben. Ma a katasztrófa helyszínére utazik mindkét miniszterelnök helyettes. Ezeket a légi felvételeket az olasz tűzoltóság készítette Zafferana Etna városáról szerda délután. A kelet-szicíliai településen okozta az egyik legnagyobb pusztítást a szerda hajnali 4,8-es erősségű földrengés. Az épületek 80%-a megrongálódott. A 300 ezer lakosú Catania környékén több kisebb városban is súlyos károkat okozott a rengés. Az összedőlt épületek a lehulló törmelékek miatt csak nem 30-an sérültek meg, közülük 10 embert kellett kórházba vinni. A földrengés az autókat sem kímélte, több tucat kocsit rongált meg. Catania és Messina között pedig akkora repedések keletkeztek az autópályán, hogy egy szakaszon le kellett zárni az utat. Az Etna hétfőn lépett ismét működésbe, a vulkánkitörés pedig azóta csak nem 1000 kisebb-nagyobb földrengés kísérte, közülük a szerda hajnali volt a legerősebb.
Európa legmagasabb és legaktívabb vulkánja most az oldalán lövel ki sűrű hamufelhőt és lávát. Az Etnánál ilyen úgynevezett oldalkitörésre a vulkanológusok szerint 10 éve nem volt példa. Szakemberek szerint bár most úgy tűnik, hogy fokozatosan nyugszik a tűzhányó, azt egyelőre nem lehet megjósolni, hogy meddig lesz aktív. Még napokig, sőt akár hetekig is lövelhet ki hamut és lávát. Az indonéz hatóságok egyszinten megemelték a Krakatua vulkára vonatkozó riasztást, mert újabb füstfelhőt lövelt ki magából. A térség repülőjáratait átirányították máshová, és továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy ne térjenek vissza a partmenti lakóhelyeikre. A hétvégén szökőár pusztított Indonéziában, amit a Krakatua vulkán kitörése indított el. A cunami 430 ember halálát okozta. Hatalmas por és füstfelhő száll fel a Krakatau vulkánból. Az indonéz hatóságok a hegytérségén átrepülő járatokat átirányították más területekre, és tilalmi zónát rendeltek el a tűzhányó 5 kilométeres körzetében. Ezzel együtt egyszinten megemelték a riasztást is. Az energiaügyi minisztérium azzal indokolta a döntését, hogy a vulkán a jelek szerint még nem nyugodott le. Ha a Krakatau még mindig aktív, akkor még mindig van esély arra, hogy akár a tengerszint alatt, vagy éppen felette földcsuszamlást okozzon, mondta a minisztérium földtani intézetének vezetője. A hétvégi indonéziai szökőár halálos áldozatainak száma 430. A sérülteké már megközelíti az 1500-at. Közel 160-an eltűntek, és 22 000-en pedig földönfutóvá váltak. A hatóságok most azt mondják, fejleszteni kell az eszközöket, hogy a jövőben korábban tudják figyelmeztetni a part mentén élőket. Az eszközeinket a földrengés és cunami megfigyelő központban modernebbekre kell cserélni. Reméljük, hogy a jövőben gyorsabban tudunk figyelmeztetni is. Nem csak a szökőárakra, hanem a tektonikus lemezmozgásokra és a földrengésekre is, mondta a Meteorológiai és Geofizikai Intézet helyi vezetője. A hatóságok a vulkán folyamatos aktivitása miatt még mindig arra kérik az embereket, hogyha tehetik, ne menjenek vissza házaikhoz. Sokan mégis visszamennének, mert mindenük ott maradt. Nagyon megijedtünk, mindenki azt kiabálta, hogy hullámok, hullámok. Ezért úgy menekültünk el, hogy semmit sem hoztunk magunkkal. Mesélte a hétvégi sietős elmenekülésüket egy nő. És vannak olyanok is, akik rájöttek, hogy jobb, ha nem maradnak a házukban. Nem tudtunk aludni, mert féltünk. Hallottuk a figyelmeztetéseket is, és nem tudtuk, hogy tényleg jönnek-e újabb hullámok. Így eljöttünk inkább ide, mondta egy másik nő. Néhányan azonban nem törődnek a veszéllyel, és kihasználják az átlagosnál jóval nagyobb hullámokat. A partok mentén megjelentek a szörfösök. Azt mondják, ez a legjobb gyógyír a megrázkódtatásokra. Korábban már többször szörföztem itt, ezzel most elfelejtjük, mi történt, és semlegesítjük a traumát, mondta az egyik szörfös. Eközben nem messze a strandtól a lakosok a biztonsági erőkkel és több önkéntessel együtt megkezdték a romok eltakarítását. Januártól tovább nő a gyermekes családok támogatása, emlékeztetett a Fidesz frakció szóvivője. Halász János elmondta, hogy új évtől havi 40 000 forintra emelkedik a két gyermekesek adókedvezménye. Hozzátette, hogy míg a Fidesz-KDNP kormány 2011 óta segíti a gyermekes családokat, addig a balliberális kormány elvette a családi adókedvezményt, az elmúlt években pedig egyszer sem szavazták meg az adókedvezmények bővítését. 2016 óta a két gyermekesek adókedvezménye megduplázódott, havi 20 000 forintról 40 000 forintra nőtt. A családi adókedvezmény rendszer 2011 óta újra segíti a munka mellett gyermekeket, nevelőket. A kormánypártok nevében ugyanakkor szeretnénk fölhívni a figyelmet arra, hogy míg a mostani kormány növeli a két gyermekesek támogatását, Gyurcsányék elvették az egy és a két gyermekes családok adókedvezményét. Rég látott mértékben növekedett idén az építőipar teljesítménye. Erről beszélt a gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. György László kiemelte, hogy az ágazat versenyképességének erősítéséhez jelentős átalakításokra van szükség. Ezért a kormány 28 milliárd forintot fordít az építőipari vállalkozások támogatására, melyből idén már 16 milliárd forintot ítéltek oda. A pénzt a vállalatok főként az eszközeik korszerűsítésére és dolgozóik béremelésére fordíthatják. A támogatott beruházásoknak olyan fejlesztést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás hatékonyságot. Vagyis azt, hogy egy munkavállalóval
több hozzáadott érték, több kibocsátás valósítható meg, több építő beruházás valósítható meg. Eddig kedvezően alakul a tél a mezőgazdaság számára. Olyan kemény fagy nem volt eddig, ami károkat okozott volna. És ami ennél is fontosabb, hogy végre esett az eső, illetve a hó, így legalább részben pótlódott a talajban a nyári és az őszi csapadékhiány. A 2018-as év egyébként újabb rekordokat hozott a mezőgazdaságban. Ez is kellett ahhoz, hogy 5% fölé menjen a gazdasági növekedés. Ezt a gabonát október elején vetettük, egy nagyon jó állományát sikerült kialakítani belőle. Zöldbe borult ez a szántóföld Komárom-Esztergom megyében. Az ősszel vetett gabona már jól látható. A gazda elégedetten mutatja, hogy az utolsó pillanatban érkezett csapadéknak köszönhetően már bokrosodnak a növények. A kezdeti indulása a búzának az teljesen megfelelő volt. Igaz, hogy kicsit vontatott volt a kelés, ugye a száraz ősznek, csapadékhiánynak köszönhetően, de az utolsó pillanatban azért nekünk volt a szerencsésebbek közé tartozó is volt csapadékunk, úgyhogy egy jó állomány állt be, így is ment bele a télbe. Azt többit meg majd tavasszal meglátjuk. Bács-Kiskun megyében már nem ilyen bizakodóak, erről beszélt a Híradónak nyilatkozó agrármérnök. Kujáni László azt mondta, az őszi aszály sok nehézséget okozott, emiatt a gabona fejlődése is aggasztó a földek egy részén. A természet Isten velünk van, akkor lehet egy közepes termés, kimagasló csúcs termés már nem lesz, mert nem látszik most a gabonaféléken, de valamilyen mennyiségben már tőszám hiány van, mert azok a magvak, amik megindultak, csiráztak, de jött az aszály és kiszáradtak, azoknak már a Dunaj vize is jöhet, azokból nem lesz növény. Összességében azonban 2018-ban elégedettek lehetnek a gazdák. A felvásárlási árak meghaladták a termesztési költségeket. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes becslése alapján az ágazat teljesítménye több mint 3%-kal nőtt éves összehasonlításban. Igaz, tavaly jelentős volt a visszaesés. Idén többek között a jó búza és a még jobb kukoricatermésnek köszönhetőek a jó adatok. Becslések szerint a növénytermesztés hatékonysága csaknem 2%-kal javult az elmúlt évhez képest. Az állattenyésztésnél még ennél is jobb adatot, csaknem 6%-os növekedést mért a statisztikai hivatal. Várhatóan eléri a 2710 milliárd forintot. Magyarország agrárkibocsátása 2018-ban meghaladhatja a 2700 milliárd forintot. Erről már a MAGUSZ elnöke beszélt a Kossuth Rádiónak. Jakab István hozzátette, hogy ez a szám folyamatosan emelkedhet. A további növekedéshez ugyanakkor a klímaváltozásokhoz igazodó technológiákat kell alkalmazni. Az öntözés lehetőségeket még igazán nem osztáljuk ki a megfelelő szinten. Itt nagyon komoly feladatok állnak előttünk még. Ez a munka folyik jelen pillanatban is. És így tudjuk majd később a hozamokat még inkább növelni. A kormány szándékai szerint jövőre tovább erősödhetnek a kis és közepes mezőgazdasági vállalkozások, a családi gazdaságok. Az agrárminiszter korábban egy szakmai fórumon úgy fogalmazott, nélkülük nem lehet sikeres a magyar mezőgazdaság. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek a gazdaságok a terveiket meg tudják valósítani, és a növekedésükhöz kitűnő szakmai segítséget, megfelelő jogszabályi hátteret és anyagi forrásokat biztosítsunk. Ez az a vállalati forma, amely a mai magyar agrárium gerincét, tartását adja. Az agrárium a tavalyi gyenge évvel ellentétben idén jelentősen hozzájárult a gazdaság robosztus 4%-ot meghaladó növekedéséhez. Jótékonysági vadászatot tartottak Kápolnásnyéken. 155 vadász gyűlt össze az ország 12 megyéjéből. A program nevezési díjaiból befolyt összeggel a Fejér megyei Szent György kórházat támogatják. Két olyan speciális eszközt vásárolnak majd, amely a tüdőbetegségek gyógyításában nyújt segítséget. A vadászok mindegy 4 millió forintot gyűjtöttek össze. Egy komoly értékű eszközzel fogjuk tudni segíteni a gyerekek gyógyulását a Fejér megyei Szent György kórházban. Hát azt gondolom, hogy az, hogy a két ünnep között egy jótékonysági vadászaton összejövünk ennyien, az részben a nemes ügy és a nemes felajánlás miatt fontos, de részben azért is, mert azt jelzi, hogy a magyar vadásztársadalom az milyen értékes tagja az egész társadalomnak.
Mintegy 8 mázsa jelöletlen zöldséget és gyümölcsöt találtak egy piacon Csongrád megyében. Az ellenőrök próbavásárlást tartottak egy férfinél, aki egy teherautóból árult almát, fejeskáposztát, karfiolt, sárgarépát, petrezselymet és körtét. Számlát és nyugtát viszont nem adott. A szállítmányt ezért lefoglalták és átadták a Szegedi Vadasparknak. Az emberi fogyasztásra nem alkalmas zöldséget és gyümölcsöt általában az állatoknak adják. Több helyen is romlott a levegő minősége a szállópor magas koncentrációja miatt. Kifogásolt a levegő minőség Miskolcon, Putnokon és Sajó-Szentpéteren. Az időjárás előrejelzés szerint szélcsendes és csapadékmentes idő várható, ezért a levegő minőség tovább romolhat a következő napokban. Bomba robbant reggel Athénban. A detonáció a belvárosban a Szent Dénes katedrális előtt történt, egy rendőr könnyebben megsérült. A környéket lezárta a terrorelhárítás és vizsgálják a biztonsági kamerák felvételeit. A merénylet elkövetőjeként eddig senki nem jelentkezett, a hatóságok szélső baloldali vagy anarchista csoportokra gyanakodnak.